Mivel itt lakom a sarkon, gondoltam, kinézek, hogy mi van, és akkor említették, hogy a zugban ég valami, hát itt a környéken úgy nevezzük ezt a kis zsákutcát. És hát rohantam haza, mert a gyerekeim itthon vannak, és futottam, hogy mi történik. És akkor mondták, hogy piroskáik, egy ház van köztünk, nála kigyulladt valami a padláson elvileg, de pontosan még ők se tudták elmondani igazából, hogy mi történt, csak észrevették, hogy tűz van, és hívták azonnal nyilván a tűzoltóságot, de sajnos nem igazán tudták már úgymond úgy megfékezni a tüzet, hogy éppen maradjanak a szerkezetileg a ház, meg a vagyontárgyak nyilván. Igazából izgultunk, hogy mindenki kijött, de elvileg mindenki éppen van, meg hát aggódtam, hogy esetleg nehogy tovább terjedjen, mert a közvetlen szomszédnak nád a tetőzet teljesen. Eddig még nem tudni, mi okozta a tüzet a Hajdú Szobáti lakásban. Az épületben 8-an tartózkodtak, mindannyian el tudták hagyni az égőházat, és a debreceni, valamint a hajdú szoboszlói tűzoltók kiérkezéséig megpróbálták eloltani a tüzet. A katasztrófavédelem kiérkező munkatársai 3 vízsugárral oltották az égőházat, amelyből egy gázpalackot is kihoztak. Azt a kis unokám vett észre, hogy a padlás ég, és azt hívtuk a tűzoltókat, de hát totál kár lett az egész lakásunk. Lakhatatlan, minden beleégett, minden tönkrement, mindent, amit csak kuporított, úgy gyűjtöttünk a gyermek. Most, hogy mi lesz, nem tudom. A ház teljesen kiégett, a család minden ingósága a tűz martalékává vált. Minden segítségre szükségük van, hiszen éppen csak a kabátjukat tudták magukra kapni menekülés közben. A tűz keletkezésének okát a katasztrófavédelem vizsgálja.